Köszöntöm a nézőket, egy rendhagyó beszélgetés fog elhangozni a következő percekben. Annyit dióhéjban a történetről, hogy már több éven keresztül az édesanya nevelte a fiát, és közben új párkapcsolatot teremtett, és közösen nevelték a gyermeket, és közben született egy lányuk is, és külföldre költöztek. És nem olyan régen, kicsivel több mint egy hónapja, drasztikus körülmények között a közösen nevelt fiúkat pedig a spanyol hatóság közreműködésével elrabolta a genetikai apuka, és ezért fordultak a nyilvánossághoz, hogy ezt a elég csúnya, családbarát ellenes ügyet feltárjuk, és nyilvánosságra hozzuk. This is not safe. That's the this here. Es nayak. Es criminal. No puedes saltar, tío. No puedes saltar. Cógelo. Papi Yuki. Yuki. Hey, papi. Ay, meg. Vale, bye. Full criminal. Custody my wife. Megyünk érted. Jó, I go with him, okay, please. Okay. I go with him, please, por favor. Dígame. Maradj. Por favor, figyelj. Okay. Por favor. My wife. Okay. Por favor. Escuche. Ustedes ahora tendrán que ir al juzgado. I or my wife go with him, okay? Un momento. Tendrán que ir al juzgado. Un momento. Kichim. Aladárt mióta nevelitek úgy közösen? Mióta nincs veletek a kisfiú? 23. november 29-én történt ez az elrablás, és mi azt sem tudtuk, hogy hol vitték el. A spanyol civil gárda és lokál polícia erőszakos fegyveresei, akik a gyermeket elrabolták az ágyából, a falon átdobták, és ahogy elmeséltek szerint elszaladtak vele. Úgy derül ki számunkra, hogy van, hogy a videófelvétel végén, amit a helyszínen készítettem, a végén fotókat is jártam, és másnap vettük észre a fotókon, hogy ott áll a két rendőr, azok között a fekete, sötét Audiával. Akkor össze nem is tudtátok, hogy jár. Nem is először, mert azt mondták a rendőrök, hogy egy szociális helyre viszik a gyereket el. Hazudtak nekünk. Ők is hazudtak nekünk. Ők is hazudtak, a spanyol rendőrség. Talán, hogy ne tudjunk utána menni, mert ez egy előre elkészített rablás volt, egy jogellenes, tőlünk való gyermek elvitel és kiszakítás volt, és azt mondták, hogy beteszik egy szociális intézménybe, és kifejezetten mondta, hogy az útlevele nincs az apánál, mert föl kell venni a bíróságon az útlevelet, amit tőlünk már elvittek tavasszal egyébként, nem is értettük, hogy miért viszik el, és azt hazudták, hogy még az országban van a ladár. Én még másnap Alicantéba futottunk a bíróságra, hogy hol a gyerekünk, hogy csomagoltam neki a kis táskáját, a személyes holmiait, most műtötték mandulájával. Tehát egy műtött gyereket ráncigáltak ki az ágyából és az életéből, amit 7,5 éve élt. A biológiai apa úgy hozta el, és úgy vette magához a ladárt, ahogyan. A kisfiunkkal, akit ő 5 éve meg sem köszöntött, annyit nem kérdezett meg, hogy hogy van. Nem mondták meg, hogy hol van, és a rendőrségnek szóltunk azonnal, vagyis a konzulnak szóltunk, mikor megtörtént az eset, a spanyol konzulnak, aki tisztázta az esetet, tisztázta azt, hogy a spanyol bíróság azt állítja hamisan, hogy a gyermeket kiemelték a családunkból, és átadták a kizárólagos felügyeleti joggal rendelkező édesapának. Majd mi elmondtuk a konzulnak, hogy mi a valóság, hogy a gyermek nálunk van elhelyezve,
és neki elviteli joga sincsen. Ekkor a konzul tisztázta a helyzetet, felhívta a magyar minisztériumot, az igazságügyi minisztériumot és a Siófoki Járásbíróságot, aki a 17-es egyességünket, bírói egyességbe foglalta. Mind a ketten megerősítették, hogy a 17-es bírói ítélet az érvényes és végrehajtható, és a felügyeleti jog nálam van. Majd ezeket a dokumentumokat tovább küldtük azonnal a rendőrségnek, a magyar rendőrségnek, szóltunk, hogy hol fog valószínűsíthetően belépni a határa, és kérjük lefogni őt és a kisfiamat elvenni tőle, mert megyünk Magyarországra. Mi is repülőre ültünk azonnal a kislányunkkal, és körülbelül egy napon értünk be, vagyis egy napon értünk be az országba, december 1-én. Elmentünk a rendőrséghez, segítsenek 1-én, elmentünk 2-án, elmentünk 3-án, elmentünk 4-én, és elmentünk 5-én, és 5-én már a gyámhivatalhoz is elmentünk, és senki nem csinált semmit. El lettünk küldve mindenhonnan, mi leadtuk ezt pendrive-on, az elhurcolásról a videót, a hangfelvételt. Ügyvédünkkel együtt. Az ügyvéd úr átadta, és ugye nekünk ebben a perben volt egy viszontkeresetünk is, ami pont arról szólt, hogy a biológiai apa hogyan veszélyezteti születése óta a kisfiamat. Ezzel feltette az íre a pontot, hogy így módszerekkel kirángatta a családjából a boldog kisfiunkat. És ez a háromtagú bírói tanács, annak ellenére, hogy a hamisan kitöltött kérelem is nálunk volt, amit a biológiai apa a nevét helyettem beírta, látták, tudtak róla. Ezt hol tölthették ki, ezt a hamisan kiállított dokumentumot? Ezt az igazságügyi minisztérium mal vagy nál, vagy nál leadva. Az igazságügyi minisztérium ezt jóváhagyólag még egy kísérő levéllel is alátámasztotta. A nemzetközi magányi főosztály. Amiből ugye a magáni okiratból közokirat lett azzal, hogy kiküldték a spanyol hatóságoknak, akik törvényt, jogot nem ismerve ezt végrehajtották. Ez Boreczky Szabolcs írta alá ezt a papírt, és amit kiküldött Spanyolországba. De lényegében akkor emiatt a papír miatt adhatták ki az aladárt Spanyolországban. Emiatt adták ki. Ami valótlan tartalmat tartalmazhat, úgy néz ki. Így van, és amikor a bírói tanácsnak bekopogott a rendőr, mert a biológiai apa és aladár a körözési listán voltak, és jött a rendőr, hogy keresik a biológiai apát, és elmondták, hogy miért keresik, és akkor a tanácselnök nevetett. Böröcibolya nevetett. Személyesen. Hogy, tehát nevetett, és mosolyogtak a másik két bíró, és mosolyogtak, és ahelyett, hogy jelezték volna, hogy a biológiai apa hogyan, mit csinált, és esetleg hallgassák ki, vagy vigyék be, nem csináltak semmit, úgyhogy a rendőr, két rendőr végig kiindult a tárgyalás alatt, majd amikor értesültek a bűncselekményről, lezárták a tárgyalást, berekeztette, és a kisfiamat odaadták jogilag is az elrablójának. Az elrablójának. Úgy, és el kell mondanom, és el kell mondani, hogy Böröcibolya tanácselnök asszony átvette 6 ember jelenlétében a főbizonyítékot az elrablásról, pendrive-on, videó és hangfelvételt átvette, majd eltüntette. Teljesen nyomtalanul eltűnt a bizonyíték, ami papírra fel volt ragasztva, és az ügyvéd úr, aki velünk volt, ő adta át neki. Elvette tőle, és eltüntette. Hát lényegében akkor az leszűrhető, hogy sem a spanyol hatóságok, sem a magyar hatóságok sem voltak a helyzet magaslatán. Igen, és azóta és tényleg egy ilyen brutális, úgymond gyerekrablás. Gyermekkínzás folyik, és jelenleg is gyermekkínzás folyik, senki nem csinál semmit. Mit tudunk Aladárról akkor? Tehát 16 nap után találkozhattam volna vele a Balatonfüredi Gyermekjóléti Központban, ugyanis ez a háromtagú bírói tanács úgy gondolta, hogy az a kisfiam érdeke, hogy két hetente 2 órát láthassam csak a kisfiamat, aki egész életében velem élt, és december 16-án láthattam volna. Akkor családunk várta a parkolóba, ügyvéd úr is velünk volt, és amikor megjelent a biológiai apa a lesötétített fekete Audiával, nem is szándékozott beparkolni a parkolóba, elment, meg visszament, és elhajtott a helyszínről. Majd este írt nekem egy levelet, hogy
Nem vittem be Aladárt, mert joggal feltételeztem, hogy megint el akarjátok rabolni őt. Ez volt a levelében. Nyilván az ügyvéd úr, aki velünk volt, tisztázta a helyzetet, hogy ez nem igaz, hiszen őt vártuk. És majd eljött a karácsony, a szilveszter, az új év, és egész karácsonykor nem engedte, hogy megköszöntsük őt. Telefonon sem, hogy semmit. Nem kapcsolatban. Nem engedte, egyáltalán nem engedte 35 napig, hogy a kisfiam tudjon rólunk, vagy mi tudjunk róla. Nem tudott semmit. Nem hallottuk a hangját, nem tudtuk, hol van, nem tudtuk, hol rejtegette, nem tudtunk semmit róla egész karácsonykor sem, tehát a kisfiunk. Hogy éltétek ezt meg? Hát nagyon nehezen. Ez borzasztó, az egész családunk. Nagyon. Anyukám az Aladárs, mert itt Balatonfenyvesen is van egy házunk, ahonnan kiköltöztünk, Spanyolországban is van egy otthonunk, itt is. Anyukám azóta az Aladár szobájában van, várja, sír, nyilván ott van a kislányunk, segít. Tehát itt vagyunk mindannyian egyben, egységben. Aladárért harcolunk, szeretnénk visszakapni. Az életébe, az iskolájába, a családjába. Nekem, mintha a szívemet tépték volna, aki annyira hiányzik. És azt mondta nekem, hogy ő elkívánja tőlem teljesen szakítani a kisfiamat, mert rágalmazott minket a kisfiunk Gloria fület hallatára is, mert talán egy 10 másodpercre a telefonhoz engedte, és hogy rágalmazott minket, és elmondta, hogy elkívánja szakítani tőlünk teljesen, hogy ne is tarthassak vele kapcsolatot többé. Tehát ő neki ez egy nagy terv része volt, hogy tőlünk teljesen elszakítsa, majd teljesen elzárja. A magyar minisztériumban ő beadott egy olyan kérelmet, hogy ő a felügyelő szülő, hogy ő gyakorolta a felügyeleti jogot, amikor mi Spanyolországba utaztunk 2 éve, ez nem volt igaz, hiszen mindig is én gyakoroltam a felügyeleti jogot. És a magyar minisztérium ezt a kérelmét vizsgálat nélkül továbbította, és a spanyol minisztérium és a spanyol bíróság ő anélkül hajtották végre az ő kérelmét, hogy tudták jól, hogy a gyermek nálam van elhelyezve, és a biológiai apának még elviteli joga sem volt, csak felügyelet alatt találkozhatott a kisfiammal, és így megszerezte ezt a végrehajtási papírt, amivel 4 fegyveressel rángatta ki rajtaütésszerűen november 29-én a kisfiunkat, Aladárt, a saját ágyából. Erről ugye készült. Igen, erről annyi lelki erőnk volt. És Aladárra mikor találkoztatok? És 35 és nap után. Január. Rajta mit láttatok? Tehát ugye én mit képzelek el, hogy anyuci itt van, és a nyakamba ugrik, ugye, és Aladár, amikor ebbe a központba láttam először január 3-án, teljesen sápat volt, mint aki szellemet látott, meg volt rémülve, félemlítve. Az ajándékokat, az holmiait, amiket elvittem neki, az alvókáit, a takaróját, amivel kizárólag aludt, mindenre így rá se nézett, szinte rám is alig mert rám nézni, teljesen rettegésbe volt, látszott rajta, majd ugye kicsit azért feloldódott, amikor mondtam neki, hogy hát kisfiam, hát annyiszor hívtunk, hogy nem mondta az Ádám, hogy mennyi, mondta, hogy anyuci, nem mondta, hívtatok tényleg, és eltitkolta előle, hogy kerestük, és teljesen a kisfiam sokba volt, és a saját dolgait, holmiait azt mondta, hogy nem viszi haza, mert azt mondta neki a biológiai apa, hogy kidobja az ablakon, és amikor ráírtam a kis alvókájának a cetliére, hogy szeretünk, Babika, és amikor azt meglátta, attól még jobban kiakadt, hogy emiatt is ki fogja dobni, nem viszel semmit, és elmondta, hogy bekakilt a nadrágjába, hogy nem eszik rendesen, és amikor mondtam neki, hát kisfiam, még a rendőrséggel is kerestünk, ott voltunk, amikor már megtudtuk, hogy hol vagy, felküldtük a rendőrt, nem ment fel, nem látott téged, mondta, hogy nem látott rendőrt, de anyuci, mikor küldesz újra rendőrt? Küldjem a rendőrt, érte, mert fél, retteg. És ezeket az Aladár, amiket most a feleségem elmondta, ezt mind a gyermeket szolgálat szakember előtt mondta el. Jegyzőkönyv készült róla. A gyermek nem eszik, igen, nem iszik. És bekakil, nem alszik a traumától.
7,5 évesen. Igen. A negyedikei napon fekete Audiával úgy jött a gyerekvédelmi szolgálat helyszínére, hogy átment a menetrend szembeni baloldali sávba, vele szemben 70-80 méteres fehér autó közlekedik, nem tér ki az útjából, egészen az utolsó pillanat, ütközés előtti pillanatig megy az autóval szemben, még balra rántja a kormányt, a szemben lévő autó padlóra fékez, állóra fékez, az Ádám ekkor elkapja a kormányt jobbra, közben bennül a kisfiú hátul, a 7-es kisfiú hátsülésen. Ezek után padlógáztad, egy hajtukanyarra balra, egy szemben egyenlő utcában, beajtanyítós táblával, egy 2,5 méteres útra behajt, padlógázon, a csiptudónk az Audiával, padlógázon megtesz 300 métert, még egy hajtukanyarral, szemben jön bárki, akkor ott frontális karambolt az érvényes. Így érkezik meg a kapcsolattartásra. Helyszínre a Füredi Gyerekvédelmi Központ kapujába. Hányszor találkoztatok? Ez a két alkalom volt, és ezen kívül nem engedi, hogy beszéljek vele. És azt is el szeretném mondani, hogy ugye a nagymama, a nagypapa, a Glória kis testvér, és én is ugye közelben adózkodtunk, és a második alkalommal megkértem munkatársát, hogy kérdezzék meg Ádámot, hogy az Aladának megengedi-e, a kis testvérével, aki nem találkoztak 38 apja, néhány percet találkozhassanak. És meg is tette a feladatát, meg is kérdezte a Krisztiáni kollégája jelenlétében, engedi a kisfiának, hogy a testvérével, kisugával Glória találkozon, és megtagadta ezt. Aki velünk kapcsolatban állt, valami érdekes módon, kivétel nélkül mindenki az Aladár veszélyeztetésében és traumatizásában vett részt, legyen az bíró, vagy törvényszéki bíró, vagy rendőr, vagy és ezt jóvá hagyják, és a mai napig ezt jóvá hagyják, hogy egy kisfiú, akit a családjából kirángattak, egy családbarát, kormány, gyermekvédeli jelzőrendszere, ezt hagyja, hogy egy 6-tagú család 40 napja tönkre menjen. És kérem a kormányt innen is, kérem őket, hogy tegyenek meg mindent. Itt van a mellettünk a minden nap tisztelt jobboldalnak a pártja, és igenis. Családbarát kormány, bejövünk a repülőtérre, hatalmas plakátokon szerepel családbarát kormány. Itt én egyet tudok mondani jelen pillanatban, és én innen is el tudom mondani, hogy ezt a történetet megküldtük Novák Katalinnak, Orbán Viktornak is. Látták és tudják, ők is tudják, vagy illetve nem tudom, hogy ők szerint tudják, aki a kezelik az e-mailjeket, tudják. 11 e-mailt küldtünk. Senki nem tett semmit. Innen kérem Novák Katalint és Orbán Viktort is, ezt hallják és látják ezt a riportot, hogy igenis, annyiban tegyenek rendet az országban, itt törvények vannak. A New York Egyezmény, ENSZ Egyezmény, 91 óta a Gyermekvédelmi Egyezmény törvény van itt a Magyarországra. Kérem, hogy adják lejjebb a minisztériumnak és mindenkinek, aki ebben részt vesz, tartsa be a törvényt. A gyerek mindennek felállt a érdeke, a családjában, békében, harmóniában való felnevelkedése, nem a törvénytelen elrablásában. És egy eszelő sem száguldozik fele, és támogatása és a gyerek traumatizálása. Ezt kérem fejezzék be, és kezdjenek el az emberek, akinek az a munkaköre családbarát kormányként és családbarát gyerekvédelmi jelzőrendszerként és rendszerként működni, mert jelenleg ez súlyosan megbukott. Bocsánat, el szeretném mondani, hogy Fonyódi Bíróságon, 2025. napján, Suraszki Ágnes bírónő, aki aztán nyugdíjkort előtt nyugdíjba vonult, mégyünk után, azt mondta a tárgyaláson, hogy felmerültek bizonyos problémák mentális szabadsága kapcsolatban, ezért elrendelem a pszichiátriai megvizsgálását, kivizsgálását elme orvos szakértővel. Erre fölállt a ügyvédje. Azt mondta, ha az ő ügyfelét megvizsgálja a bíróság, akkor kéri, hogy minket is vizsgáljon meg. Én mondtam, hogy rendben van, mi beleegyezünk. A Suraszki Ágnes bírónő a tárgyaláson elrendelte végzésben, hogy elrendeli a felperes, és mi alperesek, feleségünk és az én vizsgálatunkat is, pszichiátriai vizsgálatot. Majd a jegyzőkön kiküldték, és ebből az egészből annyi látszik, hogy a bírónő eladására föláll és elmondja, hogyha az ő ügyfelét megvizsgálják, minket is vizsgáljanak meg. És a végzés pedig eltűnt a jegyzőkönyvből, csak az van benne, hogy látszik, hogy valami válaszolva ezt mondta a bíróságnak. Hát hallhatták a nézőt, hogy milyen komplikált ügyel kerestek meg, és milyen elszomorító és felháborító problémával. Ugye egyrészt, hogy a gyermek áldás, a gyermek kellene lenni az elsőnek, ugye hiába propagálja ezt a kormány,
úgy látszik, hogy egyrészt a gyermekvédelmi rendszer, ezen belül is, amire nagyon sok visszajelzés és kritika érkezik pártunkhoz is, ez a szakértők bevonásával kapcsolatban is történik, hogy nem megfelelően járnak el, részlehajlóak, vagy teljes egészében nem veszik figyelembe a különféle olyan körülményeket, ami mondjuk a gyermek szihés lelki világára is kihathat, és nem csak gyermekkorára, hanem mondjuk ugye az előbb hallhattakból is azt leszűrhető, hogy ugye én nem tartom kizártnak azt, hogy a gyermekbe ez az elmúlt pár időszak, meg hát remélem már nem sokáig lesz az időszak, hogy ez egy átmeneti időszak lesz, hogy ezt egész életére traumatizálja, és a hatóságoknak, a kormánynak, az összes gyermekvédelmi szervnek ezeket kellene szemügyre venni, és prioritásként kellene kezelnie, hogy a gyermeknek a tényleges életvitele és a traumamentes és családhoz való jogát kellene prioritásként kezelnie, és ez szerint kellene döntenie a jövőben, és remélem, hogy ebben az ügyben segít ez a nyilvánosságra hozatal. Köszönöm szépen, hogy megosztották. Köszönjük szépen, hogy segítséget, amit tőletek adtunk. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon hálásak, hogy Valadár nevében is köszönjük.